Ez, tudod, hogy szoktam, amikor úgy fújtatsz, mint egy ilyen gőzmozdul, mikor jössz haza a buli, vagy a... Ez a ló szembe találkozik a gőzmozdul. Az, hát ez ilyen négy prosecco után, egy üveg. Négy üveg prosecco után. Ha, meg amikor megyek fel a negyedikre, akkor négy vagyok. Prosecco negyedik. Hát akkor figyelj, a második emeletnél savasodok, ott világvége. Tehát akkor a második emeletnél... Ezt tegnap olvastam a fröccsről, amire egyébként mostanában figyelem meg, hogy a fröccs az, figyelj, ha leülünk és megiszunk egy üveg viszkit, akkor nekem az égvilágon semmi bajom nem lesz tőle. Ezzel szemben megiszom egy pohár fröccsöt, és nem tudom, az egész nyugat itt van a fejembe. Tehát Magyarország, a magyar történelem legnagyobb költőjévé változom. De miért? Nem tudom. A szénsav feltolja az elmédbe az érzést. Na, és valamikor ezt olvastam, hogy Krúdi és Adi, akik nagy cimborák voltak, azok fejenként 4 kötőjel 6 liter fröccsöt ittak meg egy este alatt. Hülye, ez nagyon kemény. Le vagyunk maradva. 4-6 liter fröccs. Jó, de mondhatják, hogy dehidratáltak voltak. Úgy voltak vele, hogy figyelj, azért mondjuk azt a párbeszédet meghallgattam volna. Azt én is. Valószínűleg tudod, hogy hogy nézett ki így a közhiedelemmel ellentétben? Ide. Ott megy. Tényleg ott szerintem a makók, Adi, mikor a legnagyobbakat írta, szerintem figyelj, lehet, hogy tényleg már nem, lehet, hogy viszont csak beszélni tudott írni, nem? Ezen gondolkodtál? Mármint, hogy érted, hogy csak beszélni tudott írni? Hát így, ahogy mondom, hogy elmormogta, ja, mert már annyi nem volt benne, hogy leírja, ja, és másnap séróba. Ja, ne, az valószínű. Persze. Ki kell mondani előtte. Gabókám, majd szólja. Ja, megyünk? Ez már mind? Ja? Jó. Alakul ez. Jó, oké, akkor már beszélgetünk. Ennyi, hát a beköszönésnek semmi értelme. Nem, ezen a ponton ezt engedjük el. Milyen tisztelt dr. Farkas Levente András, sok szeretettel köszöntelek. Igazából nem beszéltünk meg semmit, nincsen koncepciónk. Mint hogy általában, nem? Hát a beszélgetésünk által, mert arra gondoltunk, hogy ezeket a szokásos heti meetingeinket kicsit megosztjuk most a nézőkkel, hallgatókkal, YouTube, TikTok, mi van még? És bízunk benne, hogy nem bilincsbe fognak minket elvinni. Igen, kínai titkosszolgálat. Miről szeretnél beszélni? Ez olyan érdekes kérdés. Én most előjük azt, hogy honnan ismerjük egymást? Hogy mi történt? Engem egyébként ez érdekel? Mert hogy honnan ismerjük egymást? Igen, tudod, hogy mit mondjál el nekem, hogyha átvehetem tőled most a kezdeményezésnek? Nem, megtisztesz. Kezdeményezésnek a jogát. A jogát. Tehát azt meséld el nekem, Ádám, hogy a dramaturgiát vagy rakjuk össze. Miért ülünk mi most itt? Ez a kérdés. De kérlek, halál komolyan válaszold meg. Jó. Fogalmam nincs. Hogy miért ülünk ma itt? Igen. Kalauzolj végig minket ezen az utazáson, ami idáig eddig a két székig vezetett. Figyelj, élményeket tudok átadni, vagy ilyen érzéseket. Szerintem egyidejűleg történt meg az. Gabokám, én tisztelettel, szeretettel, ha az ablakot becsukjuk, szerintem jobban fognak minket hallani. Lehet, hogy hülyeség. Annyi van, mindjárt el fog jönni itt a bécsi gyors, és azt szerintem picit bezavar. Megvan az, amikor valakivel filmet nézel, és nem tudom, leülsz a barátnőddel, hogy fekszetek az ágyba, bekapcsoljátok a tévét, és közli veled a következő információt, ez hangos, vegyük lejjebb. Figyelj, ott tudod, mit és érzek? És várjál, és leveszi 4-re. De és tudod mi? Te remélem rendes ember vagy, tehát almás vagy. Figyelj, van a Touch Bar-nak hívják, azt hiszem. Igen. És amikor a Touch Bar-on látom, hogy nyúlnak oda az ujjukkal, és a Touch Bar-on elindul az a... Nem lehet. Nem lehet. És azt érzem, hogy a nyaki ütőerem... Nem lehet. Nem létezik. Nézed a filmet, és nem hallod, hogy az emberek miről beszélnek. Nem.
Hol tartottunk? Ja igen, hogy egyidejűleg szerintem az volt, hogy vagy Nápolyban, vagy Firenzében voltam, a Piti Uomon, Uomo, aki nem tudja, az pótolja a hiányosságát, mert az rendkívül kellemetlen, de hát ez nem történt meg, hogy valaki ezt ne tudja. Nem gondolom. És amikor írtál nekem, szerintem én abban az időben gondolkoztam, hogy írok neked, mert ugye néztem a tartalmaidat. És egyszer csak azt vettem észre, én nem vagyok egy nagy TikTok fogyasztó, és valaki átküldte nekem a valamelyik videódat. Nyilván nem árok el a titkot, Fiumei Sírkertnek valamelyik ikonikus részéből, és azt mondtam, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez a csávó, ez épp elmélyű, szociopata, vagy a kettő együtt, de mondtam, hogy valami olyan eredeti dolgot csinál, amit én még nem láttam. Tehát amiről nekem nincs tudomásom, és én nagyon szeretem az eredeti dolgokat, mikor valaki nem utánoz valakit, hanem ki van valami találva, vagy inspirálódik valamon, és azt mondom, hogy ez annyira bántóan eredeti, amit én imádok, és azt mondtam, hogy itt valahogy mi össze fogunk az éterben találkozni, megelőztél, de pont én is aznap, hogy mondtam, hogy hazajövök Firenzéből, írok neked. És amikor ugye írtál, szerintem mi két nap múlva már találkoztunk, vagy három nap múlva találkoztunk, és a többi meg már történelem, hát azóta átmulatott éjszakák, közös... Égnek a drótok. közös okfejtések. Eredetiség. Nekem azt tetszett a jelenségedben, hogy valami olyan őszinte eredeti dolog van, és ami a legfontosabb számomra, megtestesíted végre azt, amiről én beszélek az öltözködés mellett, hogy ez semmit nem ér, ha nincs ez. És szerintem a beszélgetéseinkből ebből sok minden fakad, amivel így egymást erősítjük, vagy tetszelegni akarunk hízelegni egymásnak, hogy igenis a kultúra, az öltözködés az kéz a kézben jár, és mindkettőnknek ez fontos. És ez egy közös üzenet. Abszolút. Egyetértek. Azért vettem a bátorságot, mert te voltál az, aki bekövettél engem, és úgy láttam, hogy te azért nem sok embert követsz úgy összességében, ez így valahogy ez volt a benyomásom. És ezt utoljára fogom elmondani a kedvenc történetet, már neked sokszor elmondtam, meg már talán egy TikTokon is előttem valahol, de ezt most el fogom mondani a biztonság kedvéért, hogy pár szót akartam azért erről beszélni, erről, amit én tapasztaltam veled kapcsolatban, neked már százszor elmondtam, de hát ha valaki még nem hallotta, történt a következő. Én, Levente, az érettségi évében járok, tehát végzős vagyok a gimnáziumban, és jött egy olyan hirtelen pillanat az életemben, hogy én elhatároztam, hogy nem tudom, egy szerdai naptól kezdve én mindenhova háromrészes öltönybe fogok járni. Ez volt az elhatározásom. Komolyan is vettem egyébként abban az időben, és akkor jött szembe a kollégait mellettem valahol az internet világában, és akkor én nagyon komolyan vettem azokat a gondolatokat, amiket te megosztottál a neten. És ez fontos, hogy akkor én hát 19-18 éves lehettem. És nekem az akkoriban nagyon nagy segítség volt, és tényleg komolyan vettem, és képzeld, hogy azért volt ez tök jó, mert nekem akkor volt az életemben az a most már sokak által ismert pillanat, vagy talán annak a csúcsa, amikor én járkáltam a gimnáziumi tanáromhoz a Budai Várba, ahol tulajdonképpen az alkímia megtörtént, ahol én mindent magamba szívtam, ahol rengeteg dolgot tanultam, irodalomról, történelemről, tehát az a teremtésem fele. Ezt ma már elmondtam egyszer, de elmondom még egyszer, hogy Petőfi engedte magának azt a luxust, hogy azt mondja, hogy egyébként igaza volt, hogy Shakespeare a teremtés fele. Akkor én meg azt mondom, hogy nekem ez az időszak volt az én teremtésemnek a fele. Minden abból az időszakban jön az én életembe, és képzeld, hogy akkoriban én úgy jártam a tanáromhoz ezekre a meetingekre, hogy kézzel varrott bőrcipő, háromrészes öltöny, nyakkendő, lehet, hogy egy vékony navy blue trench coat, nem tudom, nem vagyok benne biztos, de elképzelhető. És akkor azt képzeltem, hogy egy költő vagyok. És rámentem arra, hogy én mostantól kezdve úgy szeretnék kinézni, mint egy úriember, szeretném ismerni az ilyen, tudod, ezeket a szalonidióta etiketteket. Hát oda voltam ezért a világért. És képzeld el, hogy ezt sokáig tartottam, és talán még az egyetemista
korom első évében, ezt még talán tartottam is. És itt, ha egy évet most beletekersz az időbe, akkor azt látod, hogy kifestett, kilakkozott körmökkel, váligérő hajjal, meg olyat is csináltam, hogy vettem sminkboltban ilyen mű sarat, amit rákentél a kezedre, nem fogott meg semmit, de olyan volt, mint a koszos lett volna az egész kezed. És nagyon érdekes... Ezt miért csináltad? Igen, nagyon érdekes, hogy én úgy öltözködtem, még talán a mai napig is ezt a vonalat próbálom valahogy tartani, csak olyan részletekben, amik számomra fontosak, és ezek most már a külvilág irányában nem igazán vehetőek észre. Ők nem látják már. De régen, ha én olvastam valamit, ami engem inspirált, láttam egy festményt, ami engem inspirált, vagy csak volt egy hangulatkép, ami engem megfogott, akkor én azt szerettem volna magamra ölteni, hogy ez látszódjon rajtam. És volt egy olyan periódusom, amikor például lenyűgözőnek találtam a, nem tudom, hogy megvan ez a kifejezés, a romlás esztétikáját. Tehát, mondok egy izgalmas. Nagyon. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha most idehoznék neked egy 15. századi festményt, ami egy olyan kerettel van bekeretezve, ami már szét van verve. Látszik rajta, hogy a történelem azért már dolgozott rajta. És a legnagyobb barbárságnak tartottam azt, aki egy ilyet restaurál, vagy hozzányúl. Egyetértek. Ugye? Egyetértek, mert pont az eszenciáját veszed ki. Igen. Tehát pont a sztoriát, pont az életútját vágod Igen. el, ami tényleg az eszenciális, a lelke egy ilyen dolognak. Igen. És az olaszok szerintem ebben fantasztikusak, és szabad ne feled. Tehát az olaszok, ha valamit felújítanak, akkor azt megcsinálják annyira tűpontosan, mintha ez valóban most épült volna, de nyilván tudjuk a történetét, vagy engedik az enyészetnek úgy, hogy az tart, ameddig tart, ez igaz épületekre, abszolút. Igaz autókra, abszolút. Igaz bútorokra, tehát ez szerintem egy fontos dolog. Abszolút, ez azért még mindig úgy közel áll az én ízlésemhez, tehát hogy ez számomra egy vonzó világ, de mert pont az az érzésem, hogy te is mondasz, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha ránéznénk a Kolosseumra, és azt mondanám, hogy ezt most újítjuk fel. Ezt fel kell újítani, restauráljuk. Igen. Azért láttunk már ilyet a történelemben. Mint például, amit a Notre-Dame-mal szeretnének végrehajtani Igen. most, amióta leéged. Nem. Ha valami leég, akkor annak úgy kell maradnia. Igen, mert az egy lenyomat. Nyilván tudod, ilyenkor rengeteg gondolat ütközik, mint ahogy például az öltözködéseden belül, hogy három részes öltöny, költő vagy, a várban masírozol, boldog vagy, kihúzod magad, és most mit látunk? Mert emögött is gondolat van. Hogyne. Én azt gondolom, hogy most érkeztem meg talán arra a pontra, nekem volt egy komoly célom ebben az időben, vagyis ebben az időszakban, amiről most beszélgetünk. Ez az én fejlődés történetem azért elég rendesen belenyúlt már az egyetemista koromban, amikor így keresgettem az én utamat, hogy hogyan szeretném ezt megmutatni a külvilágnak, hogy én most éppen ebben a pillanatban ki vagyok, és itt beleestem abba a hibába, ami szerintem egyébként hiba, férfi emberként szerintem ez hiba, és ez elmondom, hogy micsoda volt, mert akármennyire szellemes voltam, lehet, hogy nyakkendőbe voltam sáros kezekkel, azt hiszem, hogy a férfi létnek az eszenciáját veszítettem el egy kicsit útközben, és azt szerintem tudod, hogy micsoda egy kicsit, az, hogy mindegy, hogy mi van kívül. És itt van például mindig néztem apámnak a régi fényképein, tudod, ezt a klasszikus férfi frizurát. Nem tudom, hogy megvan-e, tehát ez a pajesz itt, minden ugyanolyan hosszúságú, tűpontos. Szépen befésülve. És arra jutottam, hogy ennek tudod, hogy mi a célja, hogy ez a legegyszerűbb volt. Elegáns, de ez a legegyszerűbb. De most ez vonzó számodra újra? Mert ugye nekünk azért a beszélgetéseink során most pont ezt a háromrészes figurára vágysz ismételten. Igen, mert vágyom, de ugyanúgy vagyok vele, mint a szivarozással, amiről úgy szintén beszéltünk, hogy még nem találtam meg rá az időt és az elhivatottságot, ugyanis ezt talán az országban te tudod a legjobban, hogy ez komoly elhivatottságot igényel, hogyha az ember elhatározza, hogy azt hiszem. Itt nem az van, hogy egyszer-egyszer, hanem ez fegyelem.
Így van. Ez fegyelem. De erről nagyon sokat beszéltünk, hogy és ha a fegyelemről van szó, akkor azt gondolom, a fegyelem benned van, hiszen egy éven keresztül majdnem minden nap feltettél egy TikTok videót, vagy szinte abszolút minden van nap. Benne fegyelem. Tehát a fegyelemről a te esetedben nagyon-nagyon lehet beszélni, tehát példaként ki lehet emelni. Engem az most így, hogy mesélted ezeket a gondolatokat, engem az nyűgöz le valahol, hogy valaki a 20-as éveinek a közepén vissza tud nyúlni az öltözködés és a kultúraápolásnak egy ilyen klasszikus világában. Tehát azért pont most nem árulok el nagy titkot, itt vagyunk nálam ugye a showroomban, és elmentünk egy a kedvenc kávézónkban itt a sarkon, és jöttünk vissza, és fiatal srácok tömkeleget, csináltam egy fotót, aztán nem is tudtad. Aha. Ahogy itt megállt ez a 8-10 fiatal srác, leven, és az a tisztelettudó bemutatkozás, amikor azt mondja a 12 éves, 14 éves fiatal suhanc, ön a doktor Farkas Levente? Tehát én azt gondolom, hogy ha TikToknak van ilyen ereje, ez sikerként könyvelhető el, és ettől van nagy erőt, hogy fiatal gyerekek azt mondják, hogy én ezt a srácot követni akarom. Ebben van erő. És hogy ezt a kultúrán keresztül tudod megmutatni, a kultúrán keresztül tudsz egy olyan vázat felhúzni, ahova a fiatal gyerekek, idős emberek, bármikor a belvárosba megyünk, meg lett 60-70 éves emberek mennek oda hozzád, hogy gratulálok a munkásságához. Szerintem ez egy szuper dolog, és ismételten azt bizonyítja, hogy a klasszikus értékek legyen ez az öltözködés, olvasás, festészet, művészet, ettől van valakinek stílusa, vagy ettől nincsen valakinek stílusa. Én ebben nagyon szép volt, hogy ezeket így elmondtad, jól is esik. Így gondolom. Jól is esik. Én azt hiszem, hogy ebben talán, amit most elmondasz, mert nyilván én is kapkodom a fejem azért még, nem egy olyan régi történet, hogy ebbe az életbe csöppentem. De én most pont, hogy erre az öltözködésről beszéltünk, még van egy pár ilyen kép a fejemben, ami eszembe jutott, mert hogy az volt ebben szerintem számomra egy a legviccesebb, vagy legszórakoztatóbb, és biztos, hogy nagyon szép emlékként fogok rá gondolni, amikor majd ott fekszem a halálos ágyamon, ha lesz olyan, hogy én emlékszem arra, képzeld, hogy egyszer elmentem Velencébe. És talán egyetemista voltam már, de lehet, hogy a gimi végén, sőt, kettő között, a gimi végén nyáron. Velencébe ment, és elhatároztam, hogy én azt írtam föl a telefonomba, hogy Casanova is back in town. Szerény. Tehát nem azért, hanem nem azért, mert ilyen ambícióim lettek volna, hanem azért, mert szerettem volna ezt az atmoszférát én ott megélni 2020-on nem tudom mennyiben. És képzeld, hogy úgy oldottam meg a dolgot, hosszú volt a hajam, ugyanúgy összekötöttem, mint a Casanova, amikor nem tényleg? Volt a paróka, igen. És képzeld, hogy volt egy ilyen kék melegítő nadrágom, de nem, de tehát egy kellemes melegítő nadrág, tehát nem vágnád le a fejemet. Nem az egy susogóba volt. Nem. Jó, most a frász hoztad rá. És volt egy ugyanolyan kékszínű szívecskés zoknim, de az is nagyon végtelenül elegáns volt, tehát nem mondtad volna azt, hogy ez nem járja. És tudod, mint ahogy a harisnyát felhúzták a 18. században, ugyanúgy felhúztam, hogy a zokni legyen ott, kézzel varrott bőrcipő, és volt egy szalag a hajamba. Hát ahogy kell. Tehát akkor minden kiegészítő a helyén volt. Igen, és kicsit viccesnek tűnhetett szerintem, aki ezt látta, de a legkevésbé sem érdekelt, mert én azt a hangulatot, amit szerettem volna ebből az útból kipréselni, azt én így megélhettem. És képzeld el, hogy amikor arra használtam többnyire az ilyen utakat, hogy bárhova mentem, próbáltam valahogy mindig azt a hangulatot megélni az öltözködésen, az illaton, a különböző kiegészítőkön. Én rengeteget sminkeltem magam. Nagyon érdekes, mert beszélgettünk erről is, ugye egy olyan fiatal ember vagy, aki olyan manírokat használ, ami az én életemben teljesen távol áll tőlem, de tudod, ezt beszéltük, nem árulok el semmilyen új dolgot. Neked valahogy a személyiségednek szerintem jól áll, de ennek van egy, nyilván te is használod egyfajta értsd jól provokációként, de a provokációt úgy értem, hogy van ebbe valami gondolatébresztő. Tehát más, amikor valaki a nem identitásával küszködik, és ez az egyetlen egy eszköze van, és nyávog, visít, sikít hozzá, vagy amikor valaki ezt egyfajta művészetként tekint. Abszolút. És ugye van egy TikTok videónk, amikor az első,
első TikTok videónk, amikor egy nagyon szép márai gondolatot felolvasol Nápolyról, ugye tele az alkotási folyamatunk, elárulhatjuk a kulissza titkokat, hogy egy olyan 4 óra alatt vettük fel. Azért, mert délelőtt 10-kor megittunk egy 3 Campari szódát, nyugodt szívvel. Igen, és akkor kérdezted, hogy Ádám, hát, hogy de hát még nincs dél. Igen, de mondom, elmúlt már 10. És akkor mondtad, na ez a sprezzatúra. Tehát eleve az, hogy 3 órán keresztül folyt a könnyünk, tehát nem lehetett, hát, tehát nem lehetett zokogás de nélkül. Miért? És ez a kérdés. Igen, de és nem az alkohol miatt. Nem. Hanem egyszerűen annyira szabad volt ez a történet, tehát már... Ó, Istenem! Amúgy ez engem nagyon érdekel, ez egy apró titok. Akkor ezt nem tudjuk ezt a... De ez egy apró titok, tudod, hogy miért? Mert szerintem, amiről mindketten próbálunk beszélni, egyébként szerintem azt gondolom, hogy kicsit úgy, mint ahogy tudod a római isteneknél, hogy van... Kezdődik. Ez nagyon, nagyon egyszerű, céltudatos gondolat lesz, ha jó, el tudom mondani. Nem, megtisztelném. Bízom benne. Tehát, hogy ez kicsit olyan, tudod, mint amikor van Somnusz, ő az alvás istene, és Somnusznak vannak gyerekei. Vannak gyerekei, ilyen például a fantázia, vagy a fóbia. Tehát azt érzem, hogy amire mi beszélünk, ott van egy nagy gyűjtőfogalom ott fölül, az atya, az Isten, és amiről te beszélsz, meg amiről én beszélek, azok a gyermekei. Tehát ez egytőről fakad. Egyetértek. Egytőről fakad a dolog, és az nekem egy nagyon érdekes pillanat volt, mert szerintem egy kis, tudod, hogy érzem ezt? Mint hogyha már nem tudsz, valakinek annyira igényesen van megborotváva az arca, hogy nem tudsz rajta nem nevetni, hogy hogy lehet valaki ennyire menő? Igen, és értem, mit akarsz mondani, de valahol azért Márairól mi sokat beszélgetünk. Pro és kontra. Abszolút. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy én ennél a videónál éreztem azt, hogy valóban az öltözködés és a kultúrának a fogyasztása az kéz a kézben jár. Tehát nem tud elválni egymástól, és pont azon gondolkodtam, hogy azok az ügyfeleim, akiket én tényleg kiemelkedően stílusos férfinak gondolok, mindegyik kultúrát fogyaszt. Tehát nem tudsz eljutni az öltözködésnek arra a szintjére, ez attól lesz jó, hogy ide töltöd be a gondolatokat, ide öntöd be azokat a tapasztalatokat, azokat a megéléseket könyvekből, előadásokból, galériákból, ami... Nem kérdés. De valahol ez az, ami szerintem a tartalomgyártásodban egy nagyon fontos dolog, hogy ha az emberek csak azt hiszik az, hogy a kultúra igenis fontos, mindentől független, akkor szerintem nyertünk, de hogy te nyertél, az egészen biztos, de leginkább aki hallgat téged, vagy néz téged. És ez egy misszió, amit ápolni kell, amit még magasabb szinte tudsz fejleszteni, ebbe egészen biztos vagyok. Tehát szerintem a te sikered az még csak a kezdete, tehát olyan 10%-ánál se vagy még, ami szerintem egy klassz dolog. És amit mindketten elkezdtünk, a közösségépítés, ugye zárt közösségek, zárt klubok, ezek szerintem meg azért kellenek, mert az emberek nagyon-nagyon akarnak valahova tartozni, valakikhez, hasonszőrűekhez, akik hasonlóan gondolkodnak, és a nap végén félnek esetleg a nyilvánosság előtt megnyilvánulni, de ha egy olyan közösségben vannak zártan, ahol hasonszőrűek vannak, ott nyugodtan mer magáról beszélni, az élményeiről, az érzéseiről, az öltözködéséről. Erről mit gondolsz? Én azt tapasztalom, amióta én belevágtam egy ilyen közösségnek az építésébe, hogy nagyon őszinte leszek, megmondom neked férfiasan, hogy felkelek, ránézek, hogy mi történt a közösségünkben, és ezt most tényleg a legőszintébben mondom neked. Kitem és... a szót, hogy mit fogsz mondani? Megijeszt. Inkább azt mondanám, hogy én most először azt érzem, hogy na, erre én most büszke vagyok. Ah. Pedig én nem azt mondom, hogy ritkán mondok ilyet, mert soha nem mondok ilyet. Soha. De amikor azt látom, hogy mondjuk reggel 10 előtt 6-an írnak esszét impressionista festőkről, vagy nem tudom, Mozart egy szimfóniájáról, és egyébként megkérdezik egymást a közösség tagja, hogy
és neked mi a véleményed erről a festményről? És amúgy te milyen zenéket hallgatnál még, ami hasonló? Tehát, hogy itt komolyan vehető, fajsúlyos, releváns vélemények vannak, és ez nem az a... Mert tudod, a véleményszabadság korában élünk, csak az a gond, hogy itt olyan vélemények repkednek többnyire, aminek nem sok relevanciája van, senki nem kap belőle semmit, mindenki elmondja vagy a fröcsögő, vagy a nem tudom milyen véleményét. Itt viszont arról van szó, hogy nem oda kommentelünk egy mondatot, hanem van, amikor, sőt, többnyire, 90%-ban én ezt tapasztalom, eszékkel találkozom. Tehát zsenyás. Ha azt mondanám neked, hogy ebből csináljunk egy heti lapot, lehet, hogy működne. Mert hogy olyan szintű, olyan kaliberű és olyan terjedelmű véleményeket írnak a közösségem tagjai erre a felületre, hogy ez valami, de egész, tényleg elképesztő. Tényleg elképesztő. És megmondom őszintén, hogy néha érzem egyébként a szavaikban, vagy a gondolataikban az apró ecsetvonásaimat. Ú, ez szép. És ez szerintem óriási dolog. Az apró, tényleg nagyon apró ecsetvonások, de mintha érezném. És ez óriási dolog. Te hogyan tapasztalod ezt, amióta belevágtál ebbe? Én azért használtam ezt az ijesztő szót nagyon pozitív értelemben, ha lehet ilyen képzavarral élni, mert egy picit úgy érzem, hogy létrehoztam egy szörnyet, ami most átváltozott egy ilyen varázslatos királyfivá, ahol nem a királyfi a lényeg, hanem a királyfinak a barátai. Tehát én azt gondoltam, amikor ez a klub létrejön, hogy az elejétől kezdve azt szerettem volna, hogy itt ne én legyek a one man show. És amikor egyik reggel felkeltem, van egy ilyen téma, hogy outfit check, ahol mindenki elküldi, hogy aznap mit vett fel, hol van, ajánlások. És jelen pillanatban több száz, mindjárt átlépjük az ezres mennyiséget, outfit check, ahol férfiak megmerik mutatni, hogy mi van rajtuk, tudnak egymásnak ajánlani dolgokat, és ilyen tematika, színház, vers, építészet, szivarozás, nőknek ajándékozás, karó, olyan témák tömkelege, amit nem én hoztam már létre, hanem a közösség, és szerintem ennek akkora ereje van, ezt beszélgetjük oda-visszahatóan egymás közösségét vizsgálva, vagy ajánlva, vagy gondolkodva, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy erre emberek időt, energiát és pénzt áldoznak. Abszolút. És ez egy felelősségünk, hogy nekünk kell az utat mutatni, abszolút, de engedni kell, hogy ez a közösség formálja magát. Egyértelmű. Gyúrja magát, ízlelgesse egymást, és ha vannak ilyen zárt klubok, zárt közösségek, annak az, hogy van relevanciája, az nem kérdés, ezt mindketten látjuk. Ami nekem a kérdésem, és erről is beszélgetünk, és talán ez egyik témája a mai beszélgetésünknek, hogy tudnánk esetleg olyan közös rendezvényeket csinálni, ahol ketten élő emberekkel, tehát a klubban résztvevő emberekkel találkozunk, és edukáljuk őket olyan szinten is, amit soha nem tud kiváltani az online rész. Úgyhogy egyébként, ha van ötletetek kommentben, akkor bármit szeretettel várunk. De mit gondolsz az online és az offline megjelenésekről? Tehát hol van az, amikor elég egy monitor mögül egy kávézóban írni, és hol van az, amikor valóban szükség van a húsvér kommunikációra? Azért nagyon nehéz a kérdés, mert nem gondolom, hogyha nyugat még létezne, akkor az máshogy működne. Uh-huh. Tehát azért, mert a technológia haladott, az egész világ megváltozott azóta, tehát már alig maradt valami, ami pontosan ugyanaz, vagy csak hasonló, de nem gondolom, hogy a nyugat máshogy működne, és egy kicsit azt érzem, hogy valahol meg, és egyébként ezt a... mondjuk el, nem titok, hogy figyeljük egymás közösségét, benn vagyunk itt, ottam ott. Igen. Tehát nálad egyébként pontosan ugyanezt látom, hogy ez egy, javíts ki, hogy tévedek, de ez egy esti hírlap is lehetne. Abszolút. Vagy nem tudom, te erre valószínűleg jobban emlékszel, mint én nekem csak egy ezzel, pár... Ezzel szépen leregeztél, de színvonalas volt. Nem, mert akkor én még nagyon, tehát hogy hallgass meg, amit akarok mondani, tehát de biztos, hogy emlékszel arra az időre még, amire én még épp hogy nem tudok emlékezni. Szép javítottam? Volt. Szép volt. Javítottam? Tehát amikor még a Playboy az olyan minőségű
újság volt, hogy az eszedet kidobtad az ablakon. Én nekem a kezembe került, most nem azt mondom, ami még az ilyen 2000-es évek, mondjuk az ilyen 80-as évek. Hát én nekem a kezembe került egyszer egy ilyen Playboy, tehát hallod? Hát, tehát ott a British Racing Green az az első oldal volt. Igen, de az egy nagyon más kulturális... Ez egy másik világ volt. Az egy teljesen más világ volt. Hát ha már Playboy. Pont az Ernyi Bélával beszélgettem, és amit nem tudnak például róla, hogy ő a 80-as vagy a 90-es években a Playboynak anno volt olyan éves magazinja, ahol kiválasztották a legjobb fotókat. Tehát a Playboy, hívjuk Best Of-nak. Ja. És például az Ernyi Bélának ott megjelentek fotói. Tehát ő olyan fotókat készített, ami bekerült annak az adott évben a legjobb fotói közé. Amikor filmre fotóztak, pont olyan dolgokat mesélt, amit nem is akarok előni, mert majd a közös podcastünkben elmondja. De hát ez egy olyan világ, amit kérdezel, hogy változott a világ. A világ változott, de ugyanúgy azok az eszközök itt vannak. Tehát ha valaki ma még akar filmre fotózni, meg tudja tenni. Abszolút. Ha ma valaki akar még kézzel írni töltőtollal, meg tudja tenni. A kérdés az akaratomban, hogy mennyire akarunk rohanni előre a világban, mennyire akarjuk ezt a digitális őrületet egy ilyen nehezített mellényként magunkra venni, vagy azt mondjuk, hogy kikönnyítjük magunkat, és maradunk a kultúrának azon a fogyasztásán, vagy azon a részén, ahol igenis nekünk a könyv, a színház, az utazás, az építészet, a gasztronómia még egy olyan mencsvár, ami ma már szerintem egy ilyen uri huncutság. Abszolút, tény, ezzel én egyetértek. Én inkább talán abban nem látok különbséget így a mai korban már, hogy honnan fogyasztod, honnan tájékozódsz. Én ezt így a platformok tekintetében, a digitális eszközöket figyelembe teljesen mindegynek látom. Mert összemosódott minden. Nem látom jelentőségét. Itt meg ott van a kezedben egy Playboy, akkor hívjuk így. Szoktam nézni, mi történik nálad is. Hát lehet, hogy ez egy telefonon megy, és nem egy ilyen óriási kihajtogatható újságban, mivel leülhetsz a Hyde Parkban, de attól még a tartalom... Az releváns. Az. Abszolút. Ezzel nagyon egyetértek. És ezt meg sajnos el kell fogadni, hogy a világ megváltozott, bár lehet, hogy ez csak a nosztalgiának az ilyen, ez a mérgező nosztalgiának a szele, ami így megcsap minket, hogy jaj, de jó lett volna a Hyde Parkban azzal az újsággal. Egyébként azonjuk az angolok ezt még azért tolják. Igen, ott egyébként. Azért a kultúrát nem engedik el. Igen, a tradíciót megrendíthetetlen. Persze, tehát hogy az ilyen szempontból az egy másik világ, és akkor ez volt egy szegmens, amit kiemeltünk hát a 100 000-ből. Igen. Tehát ők úgy köszönnek egymásnak, ahogy 1212-ben, mert. Én ezt imádom egyébként, imádom én az nagyon. Angolokat. Ezt én is imádom benne. De azért szerintem nem lehet már felelősségre vonni ezt a társadalmat, nem is kell, sőt, szerintem nem is értelmes dolog, hogy honnan fogyasztja most éppen az információt. Egyetértek. Az a lényeg, hogy mi van ott, hogy mi az. Az már viszont nem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy megnyitsz egy portált, és onnan, nem tudom, színvonaltalan szenny folyik ki, és akkor görgeted. Ez butaság. De hogyha, nem tudom, Thomas Mann ír a telefonodra, akkor olvasd el. Igen, de képzeld el, pont pár nap ezelőtt egy ügyfelemmel találkoztam, és mondott egy nagyon jó dolgot. Azt mondta, hogy Ádám, a YouTube, vagy az internet, vagy a TikTok, azt úgy képzeld el, hogy az egy nagyon-nagyon izgalmas felület, és ott igazából rajtad múlik, hogy te a kocsmába mész be, vagy a könyvtárba. És ez mindenkinek az egyéni választása. Tehát az internet az szerintem egy fantasztikus gyűjtőtégely. Kocsmába tudsz ott járni, könyvtárba, minden rajtad múlik, hogy te abból mit fogyasztasz. Senki nem okolható, vagy senki nem volható felelősségre. Az, hogy milyen tartalmakat gyártanak, az megint nem a mi dolgunk. Mit tudunk ebből magunkba szívni? Egyetért. Az a mi felelősség. Egyetértek, sőt, nekem vannak olyan pillanataim, főleg ilyen nyári estéken, ülök kint a teraszon, és néha vannak ilyen gondolataim, hogy valójában, és a telefonomon általában meghallgatom a napi közéleti aktualitásokat. És tudod, azért a közélettel mindig képben lenni, vagy mindig felkészültnek és aktuálisnak lenni, az egyébként szerintem egy nagyon érdekes intellektuális kihívás. Tehát az, hogy most felmérni, hogy mi történik a nagyvilágban, pontosan milyen jogi mechanizmusokkal találkozol bizonyos, nem tudom,
állami kérdésekkel kapcsolatban, vagy a napi politikai kérdésekkel kapcsolatban, ez minden nap szerintem egy intellektuális kihívás. És néha ülök az erkélyen, és hallgatom egyébként a YouTube-on, hallgatok valamit, valamilyen beszélgetős műsort, ahol napi politikáról beszélgetnek, és arra gondolok, hogy valójában a 60-as években pont ugyanez volt a helyzet a Szabad Európa Rádióval, abszolút, hogy nagyapa, apa, bárki ült otthon, köntösben, szívta a cigarettáját a köntösbe, és ment a Szabad Európa Rádió. Ugyanazt csinálom, innen tudom, hogy valószínűleg ugyanaz lennék a 60-as években, mint most, csak egy kicsit megváltozott a világ, és egy kicsit kisebb az eszközöm, meg mit tudom én, de hogy az az indító elv, vagy a lényege a dolognak pontosan ugyanaz. Ez jó. Abszolút. Egyetértek. Annyi gondolatom van szerintem a mai, ha hívjuk napi aktualitásnak, napi aktuálpolitikának. Nekem tudod, mi az, ami borzasztóan fájó, bántó, és nagyon kevés magyar tartalmat fogyasztok pont ezért? Politika nem érdekel. Tehát soha életemben nem érdekelt, most se érdekel. Nem gondolom, hogy a sikerem politikától függ vagy függött. Valaha vagyok annyira szuvenér egyén, hogy nincs szükségem senkire ebben, de azt látom, hogy az emberek életét rettentő módon ez átvette az irányítást, mérgezi. Én ezért van az, hogy bárhol, ahol politika van, beszélgetnek, én onnan fogom magam, megfogok és felállok, mert nem az életemnek a része. De azt is gondolom, hogy egyszerűen nincs ma már lassan olyan podcast, ahol ez valahol ne kerülne elő. Mit gondolsz erről, mit gondolsz arról, és mindenkiben érzem, hogy ilyen epéből jövően nincs már tolerancia, nincs már megértés. Mindenki mondja a saját igazát, ezt is el tudom fogadni, de hogy egyszerűen untat, tehát halálosan untat az, hogy valamit bekapcsolok, és előbb-utóbb megmondom, a 10. percen belül jön a politika, vagy valami bejön, és azt gondolom, hogy ma a napi aktualitás nál sokkal fontosabb lenne az, mert ha belegondolsz, annyira gyorsan változik a világ, hogy ami ma igaz, annakból már holnap semmi. És sokkal fontosabb vagy lenne. Vagy már ma se volt igaz. Vagy már ma se volt igaz. Tehát reggel 9-kor még büszkén elmondod a kávézóba, hogy mi van, délután már érvényét vesztette, viszont hogyha Aditól felolvasol egy szép verset, az 10 éve, 20 éve, 30 évvel ezelőtt is érvényes volt, és valószínűleg 30 év múlva is az lesz. Igen, ugyanakkor, és megmondom neked, hogy néha Én nagyon szeretem ezt az idilli képet, amikor megpróbálom mindenféle aktuál politikai utalás nélkül, nem lesz benne, de hogy nagyon szeretem egyébként azt az idilli képet, amikor úgy érzed magad, hogy te élsz egy társadalomban, ahol egyébként vannak, és tök mindegy, hogy közéletről van-e szó, vagy sem, most mondjuk pont közéletről, mert most arról beszélhetünk, de ahol vannak egyébként pezsgő, választékos, figyelemre méltó vélemények az asztalon. És engem ez foglalkoztat ebben valójában. Én ugyanabban a témában, amit feldobnak az aktualitások éppen aznap, meghallgatom rengeteg embernek a véleményét, és keresem azt, hogy ki tud ehhez valami izgalmasat hozzátenni. Mert hogy ez kicsit olyan, mint közéletről véleményt formálni, ez nagy idézet gondolatom lesz, kapaszkodjunk. Várjál, ráfogok. Na, de hogy közéletről véleményt formálni, tényleg olyan, mint egy festményről véleményt formálni egyébként. Tehát vannak azok, akik ezt így tudják, és kijönnek belőle azok az nagyon egyedi, nagyon érdekes, elegáns, tanult, művelt, stílusos megfigyelések, amik másból egyszerűen nem, és ott marad a fröcsögés. Itt a probléma az, hogy ebből van a kevesebb, és a még nagyobb probléma az, hogy mindig is ebből volt a kevesebb. De én szeretem néha ebben ringatni magamat, hogy meghallgatom én a különböző véleményeket, legyen szó bármiről, és ez egy ugyanolyan esztétikai élmény egyébként, mintha bármilyen más intellektuális kihívást végezni abban az adott pillanatban. Irigyellek, mert én ezt egy kicsit, én ezt más szemben keresztül nézem, de ez teljesen jó. Hál' Isten, hogy a mi beszélgetéseinket mindig a kultúra övezi, és az ad neki egy olyan szövetet, egy olyan öblösséget, amitől szerintem mi ebbe topzódunk, amikor egymással beszélgetünk vagy találkozunk, de ma az épp elmélyűségnek szerintem az egyik titka, hogy kicsit mint egy ilyen versenyló. Kicsit elhatárolódni a dolgoktól. Abszolút. Ez nyilván az én véleményem, tehát ezt vállalom is bármikor. Viszont
mit gondolsz, hogy a mai fiatalok, akik követnek téged, mi a titok? Mi a titok, amitől ennyien követnek? Hogy lett ez a sikered ilyen rövid időn belül, mert azért ez egy évről beszélünk, egy év alatt egy olyan átütő siker, ami szerintem egészen egyedüli, vagy egyedülálló kis hazánkban, és úgy, hogy a kultúrát hívtad segítségül. Mi a titok? Van titok? Fogalmam sincs, hogy mi lehet a titok. Talán egy dolgtól kell mondani, hogy ez szerintem vicces. És én is ezt mondtam egyébként nagyon sokáig magamnak, hogy mi történt itt a csettintés alatt hirtelen. És akkor valójában az igazság az volt, hogy 20 évet, lehet, hogy nem mondok rossz számot, lehet, hogy nem mondok túl nagyot, 20 éve készülök arra, hogy egyszer megtörténjen az a csoda. Hát tök jó. És tudod, mi van akkor, amikor, és ez nem tudatos készülés volt, de tudom, hogy nagyon sok munkám van abban, hogy néha úgy csak úgy elmondjam, hogy mit gondolok egy képről, vagy nem tudom. Abban nekem nagyon sok munkám van, nem tűnt annak, de amikor ezt így keresi az ember, hogy na mi a titok, amiért így történik valami, akkor rájössz arra, hogy valójában ez nem így történt. Hanem dolgoztál 20 évet, és kisül akkor voltam 6-7 éves, de igazából akkor már anyám múzeumba vitt bőven, és akkor eltelt 20 év, és akkor egyszer csak azt mondják neked, hogy mi történt hirtelen. Ez szerintem egy fontos aspektus ennek. A másik meg az, hogy felfoghatatlan egyébként, hogy ez a történet valahogy ide jutott, de képzeld el, nem tudom, hogy mondtam el neked. Én azért 1-2 éven keresztül biztos, hogy csináltam, hogy az Instagramra viszonylag rendszeresen feltöltöttem a kis verseimet, amikhez forgattam saját videóklipet. Tényleg? Persze. Vagy 2 éven keresztül, de lehet, hogy volt 3 is. És az igazság az, hogy akkor kezdtem el így videókat vagdosni, de hát azokat azért nem annyian nézték, mint amennyien most néznek, hogyha kirakok akármit. De azt is nagyon lelkiismeretesen csináltam, és akkor jött egy pont, amikor azt mondtam, hogy de hát erre senki nem kíváncsi. És abba hagytam, és azt mondtam, hogy soha többet nem fogom ezt csinálni. És ki tudja miért, egy évvel ezelőtt nekimentem ennek a dolgnak még egyszer. És akkor most itt tartunk. Hát a kitartás, ugye erre szokták azt mondani, hogy az könnyű azt mondani, hogy szerencsés vagy. Ezt imádom, mikor valaki azt mondja, persze szerencsés vagy, igen. Erre mondják, hogy a szerencse a hülyék istene, csak ugye azt hívja fel a színpadra táncolni, aki jelen van, tehát aki mutat erre hajlandóságot. De én nem hiszek a szerencsében, a kitartásban és a sok munkában viszont igen, mert az mindig felüti a fejét valahol. Mindig felüti a fejét. Én hiszek egyébként a szerencsében, és ez a felüti a fejét, ez tetszett, én tudod, hogy mivel vagyok így? Ez most egy összetettebb gondolat lesz, mint aminek terveztem. Én azt szoktam mondani, hogy a tehetség az mindig utat talál magának. Nem vagyok már benne biztos egyébként. Én azt vettem észre az életem korai szakaszaiban, elindulunk az iskoláktól, általános középiskola, utána eljutunk az egyetemig, és akkor utána kikerülsz az életben. Na, én ezeket a tanulási periódusokat az életemben, ezeket szintiszta, nem tudom, miben vagyok én tehetséges. Nyilvánvaló, hogy valamilyen készségem volt ahhoz, hogy én ezt úgy hoztam le, hogy az nekem olyan sok munkába azért valljuk be nem került. És utána kikerülsz az életbe, ott állsz, és én tényleg, tehát bárkinek te azt mondod, hogy a Levente, a gimibe, vagy az egyetem, hogy a Levente napi, mert nekem van olyan, amikor 24 órát dolgozom most. Tehát éjjel-nappal. És ha pihenek, ha alszom, még akkor is azt nézem, hogy mi történik azzal, amit megcsináltam. És akkor jössz rá, hogy ha én csak eddig tudom tehetséggel eltolni a biciklit, akkor veled mi lesz? És arra kellett rájönnöm, hogy akármennyire is lehet, hogy azt mondják, hogy de hát a Levente, tudod, vannak ezek, valószínűleg te is hallottad már érteni, de hát ő nagyon okos. Meg ezek a baromságok, amik nagyon jók, 15-16-17 éves korban megveregetheted a saját válladat, és akkor lesz az ember 21-25-26, amikor rájössz, hogy kurva sok okos ember van kint az utcákon, és te dolgozol közülük a legkevesebbet, és már most lépés átrányba vagy.
nincs az a, minden ember életében jön az a pillanat, amikor 24 órát kell dolgozni. És itt jön a kérdés, hogy a tehetséges ember vállalja le azt, hogy na akkor most viszont ez a következő lépés. Én ezt másfél éve kezdtem el csinálni, Ádám, egy hetet nem pihentem. De lehet, hogy három napot se. És a kettőt, akkor meg úgy, hogy a gondolataim fele az, az ott volt. Hát akkor ennyi a sikertitka, nem? Hát szerintem ez még önmagában kevés. Ezt hagyjuk meg egy ilyen misztériumnak, legyen, mint a halál, szerelem, siker. Hát azok, azok aztán, igen. Ezekhez nem értünk. Nem, nem is ígértük, meg nem, nem is fogunk. Nem. Nem is fogunk, nem is fogunk. Mit gondolsz, mi a next step? Hát valamit még azért csak megiszunk, nem? Most én is már végeztem. A mai nap folyamán, nem? A végére. A viccet félretéve, mi az a záró gondolat, amit mondjuk a fiatalokkal megosztaná? Én szerintem, hogyha ha valamit mondhatok, amelyek van bármi értelme, csak tudod, mi a baj, tudod, mitől félek? Ezzel a... Egy kicsit úgy érzem, hogy ezt a Sokat kell dolgozni című fejezetet, ezt már annyit mondtuk, hogy egy kicsit elinflálódott. Tehát, hogy nem... Attól még tény. Abszolút, csak nem tudom, hogyha valakinek ezt elmondod, akkor ezt mennyire veszi komolyan. És én azt akarom ebből valahogy kihozni, így tényleg, tehát hogy nekem aztán, ameddig nem szembesültem vele, hát mindenki elmondta az interneten, az én fiatal koromban is, mert hogy fel kell, itt menni kell, éjjel-nappal menni kell. Én megmondtam, hogy adjatok már. Van ez az Oscar Wilde mondás, hogy a kemény munka azoknak a mencsvára, akik semmi egyébre nem valók. Így van. Na de hát Oscar Wilde az Oscar Wilde volt, én nem vagyok Oscar Wilde, és én ebben a gondolat szentül hittem, hogy ez biztos, hogy így van. Hát nekem nem lehet más sorsom. És talán ez az, hogy amikor valaki most engem hallgat véletlenül, és otthon ül, és azt mondja, hogy ez rám biztos, hogy nem fog vonatkozni, mert hát most én vagyok a legjobb tanuló, én focizom a legjobban, engem szeretnek a csajok, ez megy 20 éves korodig. Lehet 21, lehet 22. Utána más erényeket, meg más teljesítményeket kell neked felmutatni ahhoz, hogy ugyanabban a státuszban legyél, mint a általános iskolában vagy a gimnáziumban. Egyetért. És a legtöbb ember szerintem egyébként itt el is esik olyan 24, 23, 21 felé, mert én abban hiszek azért, ebben a klasszikus klisében, bár én ebben tényleg hiszek, hogy mindenkinek adatik, egy biztos. Egy nagy lehetőség az életben mindenkinek adatik. Én abban hiszek, hogy nem azon múlik a játék, hogy mit tanultál, nem azon múlik, hogy semmi, egyetlen egy dolgom múlik szerintem. Magadba kell az energiát ölni, mert az egy lehetőség el fog jönni, és a kérdés az, hogy amikor eljön, te addigra az az ember vagy-e már, aki azt meg tudja ragadni, és alkalmas arra, hogy ezt a lehetőséget megragadja. És itt szokott általában jönni, hogy nem tudom, mondok egy példát, te leszel a brit miniszterelnök, mert angol vagy. Bajba lennénk. Várjál, most hülyeséget fogok mondani. Stílusminisztériumot hoznék létre csak. Stílusminisztérium. Tegyük föl, oké, nagyon jó a példa. Tehát jön a lehetőség. Életed végéig te leszel Angliában a stílusminiszter. És meg fogják kérdezni, hogy Ádám, itt van ez a csodálatos munka, minden, amire vágytál, tejjel, mézzel, vízzel, mindennel folyó Kánaán, és tegyük fel, hogy addigra elfelejtettél megtanulni angolul. Akkor bajba leszünk. Ez a kérdés szerintem az életben. A jel lehetőség jönni fog. A kérdés az, hogy te leszel-e az az ember, aki már készen áll, és azt tudja mondani, hogy adjátok ide. Nagyon egyetért. És ez szerintem amúgy egy nagyon nehéz feladat az életnek, hogy, és innen tudod, hogy minden nap tenned kell, az, hogy dolgozol, kevés. Olvasnod kell, menned kell, látnod kell, mozognod kell, mindenben a lehető nem a lehető legjobbnak, az ma már szerintem kevés. Tehát neked mindenben a legjobbnak kell most már lenned. Ez az igazság. Hát drága barátom, egy fiatal lélek, vagy egy fiatal ember, vagy egy öreg,
hogy mondják, egy fiatal ember vagy... Elfáradtunk másféle, igen. Egy fiatal ember vagy egy öreg lélekkel, és ezt amikor először találkozunk, akkor is ezt mondtam neked, így is gondolom. Örülök, hogy itt voltál, örülök, hogy beszéltünk. Én is szívből. Meglátjuk, hogy ez hova tud kifutni, vagy nézzük meg, mi lesz merre, úgyhogy kommentben bármilyen jó ötletetek van, írjátok, neki mértek minket. Most ez mára ennyi volt, egy spontán dolog. Meglátjuk. Én valami jót gondolok, de ezt majd eldöntjük. Jó, én lezárhatom a műsort. Megtisztelni. De tényleg? Persze. Na figyelj, melyik kamerába kell nézni, srácok? De figyelj. Várjál. De figyelj. Srácok, nagyon jól éreztem magamat, Bihari Ádámmal beszélgettem, és ne felejtsétek el, ha stílus van, minden van. Szevasztok. Ez kidek.